szólj, s ki vagy, megmondom. Ám szólni nem csak szavakkal lehet. Beszélnek rólunk a gesztusaink és a ruháink is. Tévhit, hogy csak azért öltözködünk, mert fázunk. Az ember bizony igenis azért teszi a ruhát, hogy a ruha tegye őt. Hogy felfedjen belőle valamit az, ami elfedi. Így is igaza van a költőnek, hogy üres fecsegőt fest az üres fecsegés. Megjelenésünk is lehet túl burjánzó. Sokan elmentek az extremitás irányában, amit én nem annyira szeretek. Én a megjelenésben mindig az arány középutat és az eleganciát szorgalmazom, és ugye egyre többet látunk olyat, hogyha valaki jó alakú nő például mindent szeretne egyszerre megmutatni magából, és ez szerintem azért a megjelenés rovására. Hogy nagyon fontos, hogy az alkatukat ismerjük, ők legyenek olyan fókuszpontok a testükön, amit ki szeretnének emelni, amire a figyelmet felhívják, és ezáltal már okosan el lehet tüntetni azokat a részleteket, amit nem annyira szeretnek. Dunai Anita szerint a kommunizmus szürke iskola köpenyei alaposan rányomták a bélyeget a magyarok megjelenésére, akik ma sokszor nem öltözködnek elég tudatosan. A fehér zokni és a makkos cipő korszaka után most tanuljuk újra a stílusok nyelvét. Nagyon sok olyan férfivel találkoztam, aki valahogy úgy érezte, hogy ha ő egy bizonyos értelmiségi osztályba tartozik, értelmiségi réteghez, akkor neki ciki az, hogy jól öltözött legyen. Hát mint hogyha azzal arányos lenne az ész, hogy mennyire elhanyagolt és ápolatlan valaki. Nagyon-nagyon fontosak a belső értékek, én mindig ezt vallom. Sokkal fontosabbak, mint a külső. Természetesen ezt aláírom. De bizony a külsőn átvezet az út. Tehát ahhoz, hogy megcsillogtassuk a belső értékeinket, mindenképpen szükségünk van egy megnyerő, ápolt, ütős megjelenésre, hogy egyáltalán kíváncsiak legyenek ránk, tehát el kell adnunk magunkat, és ez a csomagolás fontos része ennek. Mit sem ér azonban a csomagolás az alkalomhoz illő dress code betartása nélkül. Képzeljük csak, miféle üzenetet közvetítene magáról egy hölgy, ha kis estélyben jelenne meg egy kerekasztal beszélgetésen. Ám amennyiben a protokoll események tétje a zökkenőmentes diplomáciai együttműködés, önmagában a jó megjelenés is lehet kevés, de akár túl sok is. Mindkettőre akad példa. Volt egy közeli szomszédos országnak a államfője látogatott Magyarországra, és a protokollos egy nagyon kedves, bájos, csinos hölgy volt. Mindenki tekintete ráirányult, és nem a tárgyalások menetét figyelték, és hát a hölgy, mint utólag kiderült, nem régen került a államfő környezetébe, és hát ugye többet úgy szerepelt, hogy a kamera előtt takarta éppen az államfőt. Hát aztán ez kétszer-háromszor előfordult. A magyarországi tartózkodás ideje alatt a hölgyet visszarendelték. A szerénység, visszafogottság, udvariasság, ezek a legfontosabb jellemzők, amik az egész protokollt és az emberek viselkedési kapcsolatait jellemzik. Ó, hát és az idők hogy múlnak, hogy telnek, mi pedig rögtön fejest ugrunk itt a gyakorlatba, vagyis rögtönzünk önöknek egy kis divat bemutatót. A kifutón Fita Viktort látják saját maga által választott öltözékben, de hát amikor szembe jönnek az utcán ezek a nagyon trendi fiatalok vagy idősek, ugye, mert hogy nincs korosztályhoz kötve, akkor